Időközi önkormányzati választást tartottak vasárnap Karcagon. Polgármestert és önkormányzati képviselőt is választottunk. A Nagykunság fővárosának polgármesteri tisztségét 2010-től ez év június 13-án bekövetkezett haláláig Dobos László töltötte be. A helyi választási bizottság szeptember 27-ére tűzte ki az időközi polgármester választást. A vasárnapi szavazólapra két név került. A karcagiak a Magyar Munkáspárt jelöltje Nagy József, valamint a Fidesz-KDNP által támogatott Szepesi Tibor közül választhattunk. Az előzetes eredmények alapján a Fidesz elsöprő győzelmet aratott vasárnap Karcagon, az időközi önkormányzati választáson, tájékoztatott közleményében a Nagyobbik kormánypárt. Mint írják, Szepesi Tibor, a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje a szavazatok 90,86%-ával aratott brutális győzelmet kihívójával Nagy Józseffel szemben, aki a szavazatok 9,14%-át szerezte meg. Én azt gondolom, hogy minden szavazás nagyon fontos az állampolgárok életében, hiszen kinyilváníthatják véleményüket, elmondhatják a szavazatukon keresztül, hogy mit gondolnak a városról. Én bízom abban, hogy a mai szavazáson nagyon sokan el fognak jönni, le fogják tenni voksukat, amellett, hogy folytatódjon az a dinamikus fejlődés, amely Karcagot jellemezte az elmúlt 30 évben is, és olyan felhatalmazást kapjunk a város lakosságától, hogy nyugodtan dolgozhassunk mindazért, amely Karcagon történt, és reméljük, hogy a jövőben is biztosítva a további fejlődés történni fog. A szavazók mi az, amit mindenféleképpen hozzanak magukkal, és ez is miért fontos a kialakult helyzetben? Természetesen amellett, hogy minél többen jöjjenek, menjenek szavazni a megszokott szavazókörökben, az egészségügyi járványhelyzet miatt nagyon fontos az, hogy a távolságtartásra figyeljenek oda, maszkot mindenképpen vegyenek, készfertőtlenítőt használjanak, vagy hozzanak magukkal, vagy a kihelyezett készfertőtlenítőket használják, illetve mindenki hozzon saját tollat, hiszen az a legbiztosabb, hogyha a saját tollával szavazzon, tegye oda az X-et, ahogy ő gondolja, de hát nyilván reméljük, hogy ahogy mondtam, a fejlődést fogja biztosítani, és a Fidesz-KDNP jelöltjeire fog szavazni. Az 5-ös számú egyéni választókerületben dr. Pintér Zoltán, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje 75,93%-kal kerekedett felül a baloldali ellenzéki pártok által támogatott Bodnár Csabán, aki csupán 17,6%-ot kapott. A Mi Hazánk mozgalom jelöltje Tóth Csaba 4,54%-ot, a Munkáspárt jelöltje Horváth Sándor pedig 2,48%-ot ért el a választókerületben. Bebizonyosodott, hogy a Nagykunság fővárosában az ellenzéki pártok felszámolták saját magukat. Karcag a további fejlődés az eddigi munka folytatása mellett döntött, olvasható a közleményben.